Főiskolai barátságból sikeres hazai vállalkozás. Kétszer mérj, egyszer vágj. Az ismert közmondás műszaki területen is fontos bölcsesség. Ez az alaposság hatja át a cég tevékenységét, amelyet két főiskolai barát alapított. A kis garázs cégből induló vállalkozás ma mintegy 200 embernek ad munkát. Kollégáik tanítására nagy gondot fordítanak. Önálló képzési modult fejlesztettek ki. A Budapesti Műszaki Egyetemen tanulok. Most jelenleg a nyári szakmai gyakorlatomat végzem itt, ennél a cégnél, az alapinspektornál. Az egyetemen jelenleg gyártástechnológiával és méréstechnológiával foglalkozom, illetve az ahhoz kapcsolódó témakörökben tanulok. Úgyhogy nagyon szakmámba vág, úgymond ez, amivel foglalkoznak, és egy nagyon új technológia, és kevesen alkalmazzák még Magyarországon. Nagyon jó, hogy el tudok ebben mélyülni. Egy nagyon kis cég voltunk, tehát amikor én ide beléptem, 2005-ben voltunk körülbelül 10-en, ehhez mértem ma vagyunk 180-an, úgyhogy azért elég nagy váltásokat éltünk meg, és ebben örömmel vettem részt. A vállalkozást ezt garázs cégként alapítottuk, és hát egy közel 30 éves barátság eredménye. Jelentős pályázati aktivitással bírunk, számos pályázatban nyertünk, tehát sikerrel szerepeltünk, és legyen ez munkaerőpiaci, vagy pedig ingatlanfejlesztési, vagy beruházási pályázat. A méréstechnikai részhez tartozik a mögöttem látható robotizált mérőcella is. Ezt uniós pályázati forrással kiegészített eszközökből sikerült megvásárolnunk a tavalyi év végén. A cégcsoport nagyon elkötelezett a minőségügy iránt, és az Alapakadémia szervezi a minőségügyi mérnöki tréningeket. Ez is nagyon keresett, úgyhogy a kamarai vállalkozások szép számmal vesznek részt rajta. Több mérésügyi, illetve jelenleg is egy ISO szabvány átállási tanfolyam kezdődik mondjuk jövő héten, tehát ezekben a partnercégek számíthatnak ránk, és biztosítjuk nekik a megfelelő minőségi képzést. Saját oktatási programunk is van, ami alapján betanítjuk a kollégákat, hogy az autóipari magas szintű szabványi és autóipari szereplők által támasztott elvárásoknak meg tudjanak felelni. Egy másik nagy projektünk is elindult már 2 évvel ezelőtt, ez pedig a fogvatartottak foglalkoztatása. Sikerült egy olyan megállapodást kötnünk, hogy jelen pillanatban ott is 6 fő végez nekünk folyamatosan tevékenységet.